Kezdődik az európai visszhang, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a stúdióban pedig Szabó Tibor, az IKEA Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke. Szervusz, köszöntöm, hogy itt vagyunk. Köszöntelek, és természetesen üdvözlöm a hallgatókat is. Most, amikor a beszélgetést rögzítjük, akkor péntek van, június 28-a, és jelenleg is zajlik az Oroszország-Afrika csúcs találkozó Szentpéterváron, ahol többek között arról is szó lesz majd, hogy a kölcsönös kereskedelemben alkalmazott alternatív fizetési mechanizmusokat hogy oldják meg. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik. Magyarul, hogy akár az afrikai országok is átállnának más valutára, jelenleg ugye dollárban zajlik az Oroszország és az afrikai országok között. Nem az az egyetlen ilyen eset, hiszen a BRICS országok kapcsán is vannak hasonló együttműködések, illetve sokat lehet mostanában arról hallani, hogy a dollár egyeduralmát azt valahogy megpróbálják megregulázni a globális dél és egyéb országok. Kezdjük az elején, te mit gondolsz a dollár egyeduralmáról? Azt, hogy van, alapvetően van, tehát nyilvánvalóan itt vérmérséklet kérdése, hogy ki miként áll hozzá a dollárhoz, de ettől még vannak a szikár-szilárd tények, és ezeket a tényeket egy kicsit, hogyha megengeded, akkor vázolnám. Ugye vissza kell ugranunk egészen 1944-ig, amikor is az úgynevezett Bretton Woods-i megállapodásban a világ szinte összes országa letérdelt és felesküdött arról, hogy egy Isten van a Földön, ezt pedig úgy hívják, hogy dollár. Ekkor fosztották meg az aranyat a korábban a kereskedelemben betöltött viszonyítási alaptól, mert ugye mindig azt mondták, hogy oké, ennyi, de az mennyi aranyat ér. Viszont itt azt mondták, hogy arany felejtő, az maximum jó lesz a gyűrűre, meg a nyakláncra, meg a trezorba, meg ki, ahol akarja. De lényegében nem az arany volt, megszűnt az arany, mint általános egyenértékes lenni, aminek egyébként volt dollárban és más módon kifejezett értéke. Most úgy, hogy van a dollár, tehát tulajdonképpen a hallgatókat most meg fogom rémíteni. Amikor azt mondjuk, hogy a dollárnak mennyi az árfolyama, az egy butaság, az egy értelme, közgazdaságilag értelmezhető. Ez a földgáz világpiaci ára? Nem, hanem úgy működik, hogy van a dollár, egy dollár az pont egy dollár ér. És minden más ehhez mérte van arányítva. Tehát bárminek, az aranynak, a másik valutának, a kőolajnak, meg mindenek az égben, dollárhoz viszonyítottan van értéke. Most, mivel ez a kulcsvaluta, és kulcsvalutában hát ilyen a dolog, egy lehetséges, ez egyébként egy valószínűség számítási, meg játékelméleti kérdés, de ez törvényszerű, hogy egy darab kulcsvaluta kell, de csak egy maradhat, ugye a hegylakóból is ismerjük meg egyebek. Tehát lényeg az, hogy mindaddig, amíg a világ szinte minden országa fölesküszik arra, hogy a dollár az a minden, egészen addig a dollár az is marad. Mert hogy egyébként az a papír, amire pontosan a dollárt konkrétan nem papírra nyomtatják, hanem bármilyen furcsa, az szövet. Az nem papírpénz, az szövetre van nyomtatva. Nagyon speciális szövetre. De lényeg az, hogy és egyébként az amerikaiak mindig nagyon értettek a PR-hoz. Azért ne felejtsük el, hogy mi van ráírva minden egyes dollár bankjegyre. Az van írva, hogy in God we trust. De ezt pont akkor kezdték el ráírni, amikor leváltak az alanyokat. Igen. Tehát hiszünk az Istenbe. Most az Istent ki hogyan értelmezi a Föld különböző tájékán, a buddhisták, meg a arabok, de minden. Isten. Végül is az Istenbe, most hogy egy vagy kettő, ez mindegy is, hogy a lényeg szerint, az Istenbe mindenki bízik. Tehát tulajdonképpen egy ilyen isteni jelentőséget tulajdonítottak a dollárnak, ezért mondom, hogy a dollár az Isten, mert hogy oda van írva a neve. Na most, de ez több, mint PR, mert onnantól kezdve, hogy az aranyat leváltották, innentől kezdve, és csak dollárban fejeztek ki az égvilágon mindent, innentől kezdve az egész pénzügyi világ, minden egyes valuta, a mai napig is így van, és a mai napon is így van, és holnap is így lesz, a pénznek az értékét egyedül az emberi hit tartja föl, semmi más. Semmi materiális háttere nincs a pénznek, csak a hit. Lehetett volna ez másként? Hát nincs, hogy megtartott például az aranyat. Miért nem tartott el? Egyrészt az arany ugye nagyon bonyolult azt adminisztrálni, őrizni, stb. A pénz az egy könnyen kezelhető történet. De csereberénél, tehát nagyon könnyű ugye apróra váltani, arany, az nem tudsz apróra váltani, hogyha neked van egy aranytömböd, most akkor nyessenek le belőle valamit. Hát meg lehet ezt csinálni, tehát
Ugye, de kicsit fura lenne, hogy vissza egy aranytömböt a közelből, és azt mondta, hogy látok, hogy na, kaparja le. Három gram mész. Igen. Tehát gyakorlatilag ez a másik pedig az, hogy mivel ugye a Bretton Woodsban az volt, hogy na most akkor innentől kezdve mindent a dollárhoz fogunk visszanyitani, ezért az amerikaiaknak tulajdonképpen az égen földön semmi más dolguk nincsen, és ez az amerikai gazdaság egyik nagy titka, hogy ők úgy tudnak fizetni, hogy akár semmilyen fedezete nincs annak a pénznek, szólnak a Federal Reserve nevezetű társaságnak, amit egyébként a nemzeti banki funkciókat lát el, de szeretném elmondani, hogy Amerika azon kivételes országok egyike, ahol a Federal Reserve nevű társaság az magáncég, ez szigorú, nem állami cég, magáncég. Ennek is külön története van, hogy került magánkezekbe egyébként. Igen, igen, igen. Persze kicsit elcsúszunk, hogyha a történelmet akarom, vagy akarnám mondani, csak egy fontos referencia, hogy az amerikai idézőjel betett jegybank, az tulajdonképpen tetszése szerint annyi pénzt nyomtat, amennyit akar, és azt mindenki köteles elhinni, hiszen ezt vállaltak, hogy el fogják hinni. Ennél fogva, hogyha az amerikai kormány valamit akar venni a világon, neki semmiféle pénzre nincsen szüksége, csak szóval Federal Reserve-nek, hogy nyomtass le nekem, mint tudom, 3 milliárd dollárt, és akkor azt elküldik egy táskával. Viszont ez okozza az inflációt, nem? Részint ez okozhatja az inflációt, de ez csak egy esetben okozna az inflációt, hogyha valaki ezért a dollárért akarna is kapni valamit. Abban a pillanatban, és ez a kulcsvalutának a nagy titka, hogy azt te föl tudod halmozni, azt te tartalékolni tudod. Például egyébként valami elképesztő, nem is akarok számokat mondani, de a legnagyobb Amerikán kívüli devizatartaléka, vagy dollártartaléka a kínaiaknak van, a kínai központi banknak mondjuk így. Én nem tudom, hogy hol őrzik, de készpénzben őrzik. Ez a szörny az egészben, hogy nem minden, de a döntő hányadát mekkora raktárakban őrzik. Mennyire rágja az egér. Ez biztos van egérfelügyelő is egyébként egy ilyen helyen, meg hivatásos macska, meg szóval biztos, hogy gondoskodnak a dolgokról. Addig nem okoz inflációt, amíg ez ott lakul valahol, és nem szerepel, tehát kicsapódik tulajdonképpen a gazdaságból, és nagyon sok dollár csapódik ki a gazdaságból, a terrorista szervezetek, az olajállamok, stb. Ezek mind halmozzák föl, nem kis mértékben készpénzben az amerikai pénzt. Inflációt akkor kezdene okozni, hogy egyszerre döntene mindenki, úgyhogy most akkor elmegyünk egy kis shoppingolásra Amerikában, na akkor bajban lenne Amerika, de hát ilyen nem nagyon történik meg. Ugyanakkor, és ez a szép az egészben, hogy az amerikaiaknak minden egyes dollár, ami külföldre kerül, az tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok adóssága. Ennél fogva az Amerikai Egyesült Államok úgy el van adósodva, mint szerintem senki más a Földön, mert őrült sok dollárt nyomtak ki az elmúlt évtizedekben, elmúlt 80 évben tulajdonképpen. Viszont fütyülnek rá, mert úgy is tudják, hogy ennek csak egy töredéke jön vissza, hiszen ők szoktak vásárolni, és nem tőlük szoktak vásárolni. Legalábbis eddig. Hát legalábbis eddig, bár azért nyilvánvalóan az amerikai exportnak van azért jelentősége, mert nagyon sok élelmiszert, meg technológiát, meg nem tudom mi mindent próbálnak, meg szoktak volt exportálni, de valójában ez úgy működik, hogy az amerikaiaknak tényleg semmit nem kell csinálni, bármikor is, bárhogyan fizetőképesek. Nem úgy a többiek, tehát a világ összes többi országa, neki már valahonnan dollárt kell szerezni ahhoz, hogy valakivel el tudja számolni. És példának okáért, amikor azt mondja egy afrikai ország, meg az orosz állam, hogy ők egy rubelban fognak elszámolni, ez igaz lehet, csak éppen először, ha máshogy nem gondolatban átfuttatják a dolláron, tehát, hogy az, amit én most veszek akárhány rubelért, az mennyi dollárt ér, amennyi rubelt én adok érte, az mennyi dollárt ér, tehát ilyen értelemben fizikailag ki lehet cserélni, de pénzügyi értelemben, tehát a kereskedelmi erők szempontjából, hát nem sokat jelent. Tehát lehet ilyeneket mondani, aztán attól még úgyis mindenki dollárba fejezi ki a dolgokat, tehát ez körülbelül ugyanolyan, mint amikor, hát nem akarok hasonlókat mondani, mert ez félrevisz, de lényeg az, hogy ezek a dollár leváltása, mint olyan, ez azért még nagyon-nagyon messze van mindenféle perspektívától. Én értem a statisztikákat, hogy a világkereskedelem mekkora hányada, miben bonyolódik,
Ez mindig azért úgy van egyébként, hogy oké, okay, mondjuk az oroszok szállítanak gázt Kínának, és mondjuk yuanban fizet a kínai fél, vagy akár rubelben, tök mindegy, most ebből a szempontból. Ugye ilyenkor mindig fölmerül az, hogy aki kapja a vételárat, az mit tud kezdeni azzal a pénzzel. Ha én yuanban kapom, de konkrétan Kínában nem tudok semmit sem vásárolni, mert nincs arra, ami engem érdekelne, vagy rubelban kapom, de az orosz piacról sem tudok semmit sem venni érte, mert nincs, ami igazából fölvillanyozna, akkor tulajdonképpen jó csencseltünk, meg ki hazudik, kinek, minek, izé, de tulajdonképpen csak annyi van, hogy én leszállítottam az olajat, aztán hát, hogy mire jutok az ellenértékkel, az még majd a jövő zenéje. Abban a pillanatban, és egyébként itt az eurónak van komoly jelentősége, mert az euró az bizonyos mértékig kezdi átvenni, nem átvenni, bizonyos kompetenciákat kezd el elhódítani a dollártól. Például ma már a világon bárhol egyébként érdemes akár euróban is úgymond megtakarítani, vagy tartalékvalutaként kezelni, de az euró azért az, azt kell, na, akkor mondok egy hasonlatot, mondjuk ugye a százas list, vagy százas mércén meghatározzuk a dollár a 100, akkor tartalékvalutaként mondjuk az eurója 20-30, és az összes több ilyen 1-2 százalékos jelentőséggel bír, belép a yuant meg a rubel, meg bár olvasom ezeket a híreket, hogy már a világkereskedelem 50%-a nem dollárban zajlik, hát igen. De még mindig a dollár viszonyítás. De mindig a dollár a viszonyítás. Nézzük meg, mi az leginkább árulkodó. A világon én nem tudok olyan tőzsdei cikket, illetve egyet, mint hogyha szoktam volna tudni, de igen, egy van, majd mindjárt mondom is. Minden létező terméknek a árfolyama dollárban van nyilvántartva. Pont. Nincs olyan, ami ne dollárban. Egy kivétel mégiscsak van, ez pedig, de ez is egy vicces dolog, a gáz. De azért, mert a gáznak az elmúlt 1-2-3-4 évig érdemben nem volt a lokális kereskedelemen túli jelentősége. Tehát az, hogy LNG-ként, tehát folyékony gázként hozzák viszi kontinensek között, az utóbbi néhány évben futott föl. Korábban ez csak olyan kis játék volt, hogy de érdekes, meg minden. Volumenében nem volt egy meghatározó történet. És ennél fogva ugye úgy volt, hogy az, hogy az oroszoktól mennyi érjön a gáz, vagy az Algériából mennyi érjön a gáz Európába, ez volt a legnagyobb regionális piac az Európai. Most akkor innentől kezdve ez itt Euróban lett meghatározva. Ez most már oldódik, hiszen ugye beléptek a különböző egyéb arabok és mások amerikaiak is ezekkel a folyékony gáz szállítványokkal, de még mindig az amszterdami tőzsde az irányadó. Megjegyzem egyébként, ez is egy érdekes dolog, hogy gáztőzsde is van, vagy 50 Európában, csak az amszterdami a legnagyobb, és akkor azt veszik. De gyakorlatilag az Európában forgalmazott gáz az egyetlen olyan cikk a világon, amit Euróba jegyeznek, körülbelül ezt így kell megjelenni, minden más dollárban fejeznek. És szerinted ez így marad, vagy ezek a lépések, meg ilyen bejelentések, hogy az elszámolás már ne dollárban legyen, azt hozhatja azt, hogy akár megjelennek új valuták? Hát meg is jelentek, ugye, részint a legnagyobb kezdő az a bitcoin volt. Igen, de azért olyat nem olvastunk, hogy mit tudom én a lisztnek mostantól a mázsáját, vagy fogalmam sincs, mivel számolják-e, tonnája, nem, mázsája, az nagyon ugye, mázsája, azt bitcoinval, vagy Ethereum-ban, hát nem, mert a bitcoin, Dashcoin-ban számolják-e. A bitcoin az majd. Azért mondom, hogy majd, ez sem biztos, hogy majd, de ha egyáltalán, akkor az majd. Neked van? Nincs. Nekem van, képzeld. Tényleg? Jaj, de jó. Vettem 3000 forintért, hogy nézzem a trendeket, most mínusz 56%-ban vagyok, úgyhogy rendkívül megértem. Ez jó dolog, ugyanis az van, a bitcoinnál egyébként ezt megint tudni kell, míg az amerikai dollárból annyit nyomtatnak, amennyi kifér a nyomdagépen, tehát ez nincs limit. A bitcoinnak az algoritmusa olyan, hogy abból csak 21 millió lehet. Ezt így alkotta meg, aki megalkotta. Ennél fogva ennek az árfolyama történelmileg nézve meredeken megy fölfele. Neked az a szerencsétlenség, az ő rossz pillanatban. Történelmi csúcson vettem, hogy lelkesen. Igen, 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 igen.
És egyébként, hogyha mondjuk a bizalom elszáll a bitcoin mögött, akkor az még tud lejjebb menni. Tehát, hogy azt mondják, hogy nagyon környezetterhelő a bitcoin előállítása. Ez így van. Lényeg, hogy ugye ezt nagy gépek, erőgépek csinálják, és akkor ennél vannak például az Ethereum, mert jóval zöldebb verzió, meg mert különböző zöld coinokon. Csak most meg aztán annyira elárasztották mindenféle coinnal a kriptoknak a világát, hogy honnan tudja az ember, hogy melyik lesz majd a nyerő. Igen, ez egy azért érdekes dolog, mert szerintem a bitcoin olyan értelemben értektelen, hogy az már szinte csak energiatartalma van a bitcoinnak, és azért mondják bitcoin bányászatnak, mert tulajdonképpen az elején még nagyon relatíve könnyebb volt hozzájutni az első bitcoinhoz nagyon, aztán utána egyre nehezebb ez a dolog. Nyilván a 21 millió modik lesz a legnehezebb, de ez azért van, mert ugye ezek a virtuális pénzeknek mindegyik úgy van, hogy minden egyes egysége, tehát egy bitcoin, annak valami mitte hány milliárd számból álló algoritmus leírása van, tehát valami irgalmatlan sok. Olyan mértékig, hogy amikor ez mozog, tehát valaki fizet valaki, akkor az van, hogy tulajdonképpen az őrületes adattömeg, az átvándorol hozzán, de megfejlődik pár adattal, ami azt jelzi, hogy nálad van. Az illető névtelen maradhat, csak hogy az éppen, tehát a mindenkori tulajdonos tudja a mindenkori algoritmusát annak az egy egységnek. Na most, minek utána ugye ez egy korlátos dolog, ezért az van, hogy nem igazából az eddig megtermelt bitcoinnak, hanem a maradni, nem tudom, 1 millió maradt a 21-ből, amit még ki lehet bányászni, és mivel versenybe mennek, és az algoritmusok is csak exponenciálisan bővülnek ugye az adattartalmát, illetően ezért szó szerint erőműveket kell a számítógépek mögé csatolni, mert olyan mennyiségű műveletet kell nekik elvégezni, hogy... Tehát most ez egy nagyon vicces dolog, de abból a szempontból nem vicces, hogy a készpénz, amiről mi beszéltünk, ugye a dollár esetében, a készpénzt egyre több helyen akarják leváltani úgynevezett digitális bankpénzzel, vagy digitális pénzzel. Most mindenki azt mondja, hogy jó, de hát nekem eddig is ott csak mindig egy számlát kapok, az oda van írva valami szám, meg a hitelkártyámon sem látok semmit, hanem csak kimutatások, hogy mitől digitális. A digitális pénznek az a lényege egyébként, hogy azt nem a kereskedelmi bankoknál jegyzik, hanem tulajdonképpen az adott ország nemzeti bankja nyit egy számlát minden egyes állampolgárnak. És aki akarja, azon a pénzen kapja. Na most ebben az a szörnyű, és ő általában a jelenlegi bankrendszernek az a nagyon nagy kihívása, hogy egy banknál lévő pénz, korábban azt hittük, hogy az tuti, meg egy banktitok is védte egy időben, ma már nem, ma már sehol nincs banktitok érdemben. Ennél fogva a bankok elkezdtek játszadozni, pontosabban az államok a bankokkal, nota bene, akkor a legszebb aktuális példát mondjuk, ugye körülbelül olyan 600 milliárd dollárnyi tartaléka volt Oroszországon kívül az Orosz Nemzeti Banknak, és a nyugati szankcióknál a nyugati országban azt mondták, hogy ja, öcsi, ezt én már zárom. Puff, volt 600 milliárd dollár, nincs 600 milliárd dollár, én ezek közel nekem nincs. Magyarul, ilyen banki művelet, igen, számítógépes enter gombokkal elvehető, vagy minimum korlátozható. De ugyanez most a számlámmal megtehet? Hát nézd, egy a bank, értem, hogy egy nem. Bank megtehet abban a pillanatban, hogy mondjuk kap a bíróságtól egy megkeresést, és azt mondják, hogy a bíróság elrendeli a számlának a zárulását, akkor abban gondolkodás nélkül zárulja, onnantól kezdve hát lehet, hogy befizetni talán tudsz, de kivenni, az egyszerűség meg átutalni, meg ilyesmit nem. Tehát az, hogy valakinek zárolják a bankszámláját, azért az nem ritka dolog. Tehát az most is van ilyen szempontból a kérdés, hogy a digitális pénz a kontroll szempontjából mivel rossz? Éppen ez a digitális pénz az igazán nagy baj, hogy az ugye arra hivatott, hogy leváltsa a készpénzt, és ezért idegenkednek, hogy jó, de hogyha a készpénzemet leváltják, és csak arra vagyok kitéve, hogy valami digitális üzenetet kapok a mobiltelefonomra például, akkor megriadok, hogy te úgy, tehát ez tök bizonytalan, hogy az enyém vagy nem az enyém. A cihába belerakott dollár, ami rá van, in that we trust, az már egy komoly dolog. Tehát igazából az embereknek a bizalma azért még a mai napig erős a készpénz iránt, és ezért piszok nehéz leváltani. Őszintén szóval én sem vagyok híva a leváltásnak, mert ebben a mai, ez a nemzetközi világ is mutatja, hogy
olyan simán tudják egymás pénzét zárolni, mint a húzat. Tehát most akkor hogyan? Miközben például az én generáció, meg a nálam lejjebb jövő generációknál meg annyira kényelmesek ezek a telefonomat, tudod, akkor aztán fizetek vele, hogy sokszor a kényelmünkért hajlandóak vagyunk feláldozni sok mindent talán. Hát nem áldozol föl, mert fizetsz is a kényelmedért kőkeményen, mert azért, hogyha megnézed, nem tudom, hogy szoktad-e, én azért úgy időnként meg szoktam nézni a bankszámlámon, és sőt, most már kötelezi a törvény is, hogy a bankok kötelesek kimutatni, hogy ilyen-olyan, amolyan, nem ilyen indokokkal mi az, amit ők elszedtek tőled, azt nem te fizetted ki, azt ő levont. Ez a másik fel, hogy ez nem önként adott, hanem tyuk így levonja, és azért úgy több tíz, hanem több százezer forint tud lenni egy család esetében az a pénz, amit a bankoknak odafizetsz, pusztán azért, mert hogy lám, milyen kényelmes neked, arról nem is beszélve, hogy amikor te fizetsz egy boltban bankkártyával, értem, hogy a boltoknak ma már törvényi kötelesség, de a bankok 1-2 százalékot arról is lerántanak a bolttól, tehát amikor te veszel valami 1000 forintot, abból a bolt is egy jó esetben 998-at fog látni. Igen, csak ha pedig ugye, mivel mi nem táskában kapjuk a pénzt, vagy hát gondolom az iszonyat sem hozzák el annyira ezzel, ezért ugye a fizetésünk, ami megy a bankszámlánkra, ha azt megleveszem KP-ban, ugyanúgy fizetek. Ha benne van a bank, akkor gyakorlatilag én magát személyként mindenhol rosszul jár. Én nem tudok olyan, hogy egy banknak bármilyen szolgáltatása ingyenes lenne, még azt is ideértem, hogy amikor bemész a légkond is bankfiókban, még az a hűvösségért is tulajdonképpen te fizetsz, hiszen a tőled szerzett jutalékokból hűtik be azt a levegőt, és nem csak saját maguknak, hanem ugye az ügyfeleknek is. Szóval a lényeg az, hogy a bankok kegyetlen sok pénzt lekaszálnak az ügyfelekről, és Magyarországon különösen. Tehát sehol az Európában nincsenek olyan elvetemült bankköltségek, mint Magyarországon, akár egy átutalásért, akár egy számlavezetésért, bármiért. Mindenütt van, de ilyen bődletesen tehát minden nyüvedék átutalít, gyakorlatilag, hogy is volt, én valamit kifizettem a minap, és most akarom mondani, hogy összeg, 30 ezer forintra simán levont a 288 forintot, hogy én átutaltam. Most, bocsánat, én értem, hogy 1% vagy nem egész 1%, de akkor is, hát tulajdonképpen... Sok ilyen apróból egy év alatt rengeteg össze. Persze. És igazából az emberek ezt elviselik félrejtésre. Főképpen, hogy a bankok tudnak törvényre hivatkozni, na de hát ő neki kötelező, mit tudom én, mert a magyar törvény tényleg kötelezik a bankokat ráadásul egy csomó mindenre. Tehát az azt jelenti, hogy a készpénz, aminek korábban neked, nálad nem volt igazából költsége, amíg a cihában volt, nagyobb cégeknél persze olyan költsége volt, hogy valakivel esténként le kellett számoltatni, meg ugye hát ismered, hogy a pénztáros kiveszett pénzt leszámolja. Hát ez oké, ennyi volt. Ellophatják, felgyúlhatják. Ellophatják, felgyúlhatják, elveszítheted, stb. Szóval ezer egy baja van a készpénznek, ez tényszerű. Ugyanakkor ma már azt se lehet mondani, hogy a készpénz ingyen lenne, hiszen amint te is mondtad, akár berakod, akár kiveszed, a bank leszed róla valamit. Na, de visszatérve tulajdonképpen az eredeti kérdésre, én jelen pillanatban azt látom, hogy a dollárnak a kulcsvaluta szerepét az árnyalja az összes többi kísérlet, de érdemben egyelőre semmi nem veszélyezteti, még az euró sem. És mennyire hozhat változást az, ha például még akár csak az megtörténik, hogy Oroszország és Kína egymás között már nem dollár alapon váltja át, vagy egy magyarországi aktualitás is behozzak, hogy a rossz nyelvek azt suttogják, hogy azért is fáj Magyarországnak itt ez a mostani helyzet, mert ugye eddig Magyarország és Oroszország között euró alapú elszámolás, vagy dollár alapú elszámolás volt gáz tekintetében, most meg az oroszok azt mondták, hogy ezt rubelben kellene elszámolni, de ugye a devizákkal meg ki tudja, hogy hogy áll Magyarország, és akkor emiatt is van az, hogy időt kérünk, ugye az euró, ami pont Brüsszelből jönne, elvileg nagyon sok euró az még nem jön. Szóval hogy vannak ezek? Ez megint egy ilyen kacsa volt, tehát ez jól hangzik a újságoknak a címlapján, de arról volt szó, ugye, hogy te akkor tudsz rubelba fizetni, hogy fogod magadat, elmész az Orosz Nemzeti Bankhoz, és azt mondod, hogy itt hozottam ennyi eurót, volna szíves nekem váltani rubelra, akkor az Orosz Nemzeti Bank neked ad ennyi rubelt, te meg azt a rubelt tovább viszed a Gazpromnak, és odaadod. Aha. Csak hogy ez nem így lett, mert ez lett tulajdonképpen meghirdetve, csak aztán a kis betűs részeknél meg a következő történt.
Az, hogy te továbbra is euróba fizettél, csak neked fölkínálták, hogy a Gazprom banknál fizethetsz euróba, a Gazprom bank váltja át rubelre, és ő már, a Gazprom bank már rubelt fog utalni magának, az anyacégnek, a Gazpromnak. Magyarul fából vaskarika, tehát ez csak egy ilyen nem is tudom, ez egy ilyen zsurnaliszt, nem még egy család, kommunikációs blöff, vagy nem tudom, minek kell ezt egész pontosan mondani. Tehát ennek gyakorlatilag zéró jelentősége volt, már csak azért is, mert ugye az, hogy mennyi a rubelnek az árfolyama, ez ma már megint egy külön kérdés, de hozzáteszem, és akkor ez talán egy borzasztó fontos dolog. A különböző pénzeknek, tehát azt hagyjuk meg most, hogy akár dollár, akár rubel, akár euró, bármi, valahol a nap végén mindig a dollárhoz van az összefűzve, arra rákalkulálva. Na most a dollárnak azért is nem aggódom a kulcsolóta szerepéért, mert, és most jön a lényeg, a spekulánsok, akik egyébként ugye az árfolyamokat nézik, meg mindenféle, azok általában különböző hírek alapján rendeznek vagy nem rendeznek hisztit, plusz a tőzsdéken van ez úgynevezett határidős vétel, tehát én azt mondom, hogy ma ugyan 100 pénz egy korty gáz, na de én ajánlatot teszek, hogy 6 hónap múlva 2-t is fogok érte adni, ami egy spekulatív művelet, mert egyrészt még nincs 6 hónap, meg minden, de ez már föl tudja hajtani az árakat, tehát egy-két spekuláns beszól egy ilyet, hogy hát ő úgy véli, hogy a jövőre sokkal drágább lesz valami, akkor az a napi árat is elkezdi fölfele vinni. Tehát gyakorlatilag a tőzsdei ár az nem egy abszolút valami, az nem egy érték orientált, az egy vélemény orientált, az egy hisztéria orientált, spekulatív történet. De azt tőzsdét például el tudod képzelni, hogy már nem, tehát hogy nem csak dollár, hanem te oda lesz írva, hogy jön, meg euró, meg rubel, meg nem tudom, vagy itt például ezek annyira be vannak már ágyaz, vagy ez dollár is kész. Hát a tőzsde az attól tőzsde, hogy elméletileg bárki vásárolhatott. Na most, hogy mondjuk, mit tudom én, Moszkva és Peking között félúton létrehoznak egy tőzsdét, hát most akkor kettőkön kívül ki fog még oda menni. De én például időnként vásárolok tőzsdén kíváncsiságból, sajnos nem sok pénzért, de hogy például, hogy múltkor vettem Google részvényt a Revolutomon, és az 20%-ot kamatozott, pedig 10.000 forintért vettem, én tényleg inkább nem kamatozott, annyi volt a hozama. Annyi volt a hozama, igen, így kell mondani, de hogy, vagy hát most ennyi áll éppen, de hogy én inkább ugye azért, hogy figyelgessem ezeket a trendeket, azért szoktam, de ugye az ilyenkor úgy, hogy feltöltöm, akkor ezt átváltom dollárba, azon már bukok nyilván egy csomót, és akkor megveszem. De hogy elképzelhetően, hogy majd lesz olyan opció egyszer, hogy világméretekben nem csak dollárban tudunk akár ilyet venni, akár bármilyen kereskedelmi elszámolás, hanem hogy van jönöm, és ha jönömért jönban kapom, vagy Tamás, nyugodtan lehet ilyen, csak ez azt mondja, hogy valaki át fogja venni a dollárnak a kulcsolóta szerepét. És erre nem lehetsz esélyt? Hát erre én jelen pillanatban nulla esélyt látok. Tehát én azt mondom, hogy én nem látom azt a folyamatot, hogy az elkövetkező 5-10-15, tehát 20 évben mi az Isten tudná megrengetni az Egyesült Államoknak ezt a szerepét. És elmondom azt is, hogy miért. Mert itt jönnek azért az, hogy a tőzsdei alkuszok hisztiket rendeznek, mert szó szerint erről van szó, minden tőzsde az egy hiszti. Az, hogy ők hisztiket rendeznek, ez általában különböző híreknek az értelmezésén van, de úgynevezett vannak fundamentális tényezők. Márpedig fundamentális tényezőben egy nagyon fontos, de rettenetesen fontos dolog van, ez pedig úgy hívják, hogy a világon jelenleg a legegészségesebb demográfiai perspektívája az Egyesült Államoknak. Biztos, hogy nem Kínának. Hát Kínának nem. Kína a yuant a leginkább a demográfia veszélyezteti. És ugyanez igaz a rubelra is, nagyon-nagyon rossz Kínának is, Oroszországnak is, teszem hozzá, és Európának is a demográfiája. Olyannyira egyébként, és ezt tudom, hogy a hallgatók számára egy picit ilyen fűsértő lesz, de a Nyugat-Európába való bevándorlás az a tőkés logika szerint az javítja a demográfiai állapotokat, ennél fogva az tulajdonképpen a bevándorlás az stabilizálja ilyen értelemben az eurót, mert önmagában Európának, vagy azon belül Magyarországnak demográfiája pocsék. Ez itt talán az a kérdés merül fel, hogy milyen minőségű a bevándorlás. Tehát, hogyha ezek dolgozó emberek, akik aztán hozzájárulnak a GDP-nek a megtermeléséhez, és
a hiány, tehát hogy a meghalt emberekkel párhuzamosan kitöltik azokat az űröket, akkor értem, ha segélyezni kell őket, és naphosszat ülnek a brüsszeli buszon révetek tekintettel a Herbertól, akkor nem biztos, hogy annyira erősítik az embert, nem? Kérlek szépen, azért ez ugye úgy kell nézni, hogy ez mindig hosszú, a demográfia hosszabb távú dolog, tehát az 30 éves távlat az a minimális, amin keresztül azt kell nézni. Mondok egy példát. A törökök ugye annak idején befogadtak Szíriából, nem is tudom hány millió ember, de sok millió embert. 6-7-8 millió ember is lehet, hogy oda ment, de hát talán annyi nem. Nem tudjuk, de sok millióról van szó, mert ugye először a Szíriából először elmenekültek Jordániába, Jordániába, Törökországba, Törökországból Európa, stb. És akkor a Merkelék csinálták ezt a megállapodást, hogy a törökök nem engednek tovább senkit, akkor következő derült ki. A törökök tulajdonképpen örültek azért, hogy megállíthatták jó pénzért ráadásul a szíreket, ugyanis a szír lakosságnak a demográfiája az döntően fiatal volt. Indiában egyébként azt tudnunk kell, hogy a lakosság fele 25 év alatti. Fantasztikus. Ez azt jelenti, hogy őrületes tömegek fognak belépni a munkaerőpiacra. A törököknek amúgy sem volt idegen sose a janicsári gondolkodás, tehát magyar gyerekeket lopkodtak és Isztambulban nevelték. Ugye hát ez a legendárium. Kaptak egy halom gyereket. Hát bocsánat, ingyen. Anélkül, hogy neki csokot kellett fizetni, meg nem tudom, mi kaptak 10 évet. Az előttől meg kaptak pénzt. Én kaptak pénzt, amivel ők oktatást tudnak csinálni, és olyan kiképzett munkaerők van, hogy attól kódolsz. Vallási oka vagy probléma nincs, iszlám. Azért nem mondjuk, hogy nincs probléma, mert van. Már Törökországban. Törökországban is egyszerűen van probléma. Oké, jó, de alapvetően ugye a vallásnak a gyöke, hát Európában is vannak a keresztény házak között. Örülnél, hogyha Törökország helyett mi kaptuk volna meg ezt a tömegű szír embert például? Nézd ide, nálunk azért problémásabb a dolog, mert Európában ebből kulturális összecsapások is vannak. Törökországban kevésbé, az sokkal tampábbak. Erre mondom, mert hogy hasonlóbb is talán a kultúrkör. Igen, meg jobban is ismerik egymást, a történelmükben is nagyon sok közös van, stb. Tehát mondjuk én Magyarországon nehezen tudok empátiát kiépíteni mondjuk egy szírembere. Nem ismerem a szír történelmet, és nem feltétlenül én, de bárki más. Ugye, akkor mondja maga a legendárium, hát ez olyan dolog, mint hogy a magyar elmegy, tudom, Csillébe, és akkor próbálja elmondani, hogy a de Balaton meg a Tisza. Van különbség a között, hogy mondjuk egy magyar megy el Németországban vendégmunkásnak, meg ha egy szír. Van, hát főleg ma, mert ugye a magyar az magyar európai állampolgár, tehát elég sok szociális jog védi. A másik pedig a Európai Unión kívüli, az meg főképpen a képzettsége miatt sokszor problémát okozhat, de, és itt van, hogy de. Amikor azért a szír elvándorlás elindult, aki annak elkapta a krémjét, tehát az első 1 milliót, azok még az orvosok voltak, meg a top értelmiségi, azok a nagyon jobb járt mindenki, aki annak idején befogadt. Hát aztán utána ugye egyre rosszabb és rosszabb képességű emberek is útra tudtak kelni. Csak szerintem ez a kulcs, hogy persze jön a top is, de ez nem olyan, hogy őket kérjük, őket nem kérjük, ők meg úgy se jönnek, hanem ez egyben van, nem ez a történet? Nem feltétlenül, mert ugye azt is tudni kell, és akkor a hallgatók felé megint ez egy fontos mondat tud lenni, hogy ez nem úgy van, hogy beömlött ide x millió ember Európában, hanem körülbelül a felét vissza is toloncolják. Erről kevés szó esik, de nagyjából 40% körül a visszatoloncolás. Ezt te jön újra meg. Oké, de az újabb 40%, tehát most ilyen van egyébként, hogy Magyarországot szokták a migránspiacon emlegetni, hogy az az ország, ahol simán be lehet menni. Igazából csak annyi a különbség, hogy ha téged itt elkaptak Magyarország területen, akkor visszadobnak, de tudsz jönni másnap, harmadnap, negyednap, mert itt Magyarországon nem veszik nyilvántartásba a migránsokat. Tehát mit tudom én, egy úgynevezett illegális hatássértésért kitoloncolás jár. 2-3 év már lehet, hogy börtön is járnak. De azt is előbb megúszod, hogy a telítve van. Igen, tehát az osztrákok mindig marhára csodálkoztak, hogy a hozzájuk beérkező migránsoknak a döntő hányad azt mondta, hogy Magyarországon keresztül érkezett. Tehát magyarul valahogy áthúzódnak, Magyarországon nem mutatkoznak, mert félnek a magyar hatóságok, de abban a pillanatban, hogy Ausztriába érkeznek, fölteszik a kezüket az első rendnek, hogy hello, itt vagyok és menedékjogot kérek. És ott meg megadják. Mert hát ebben szerintem az is benne van, hogy többségében inkább oda akarnak menni, és nem Magyarországon akarnak letelepedni, nem? Ez megint csalóka, mert szerintem nekik ez olyan értelemben érdekes tud lenni, hogy ugye
hol van esetleg fogható rokonjuk, tehát ennek a történelme is, meg ugye a nagybátyám, meg annak a családja ott él. De szívektől szerintem nem vagy most bármelyik, nem a, ma, a, ma már azért, a de. Közös történelem, hanem az, hogy hol keres eurót, és hol kap normális pénzt, meg hol kap segít. Azt, hogyha megnézed azt, hogy Magyarországon hány munkavállaló van, az ilyen mondjuk egy unión kívüli állampolgárságú munkat, nagyon sok. Nagyon sok. Például csak úgy szeretném mondani, hogy az egy magyar egészségügyben kitapintatóan erős az a palesztin, szír, stb. Egyik jobb, mint a másik. Tehát semmi probléma nincs az égvilágon, már úgy értem, hogy az itt... Igen, ez az nem is a menekült hullámmal érkeztek. Ez most mindegy, abból a szempontból, hogy, hogy ki hova akar menni, tehát akartak ide jönni orvosok, mert itt találták meg a számításokat. Hát, hogy itt tanultak már. Millió egy oka lehet mindenkinek. De, de ugye ide azért nem jönnek, mert Magyarországon semmilyen szociális bázisra nem számíthatnak. Németországban azonnal kapják a minimál segítséget, tehát rögtön kaptak normális szállást, minimum 2-3 állásajánlatot, a gyerekek azonnal mehetnek iskolába, vagy előkészítőbe, stb. Tehát a német állam szociális értelme, meg az osztrák is szociális értelme felkaroló. A magyar az meg rögtön berakja a mit tudom, milyen őrizetbe, meg minden, ami hát egyébként tilos. Tehát ezt ilyet nem lehet csinálni, ezért ugye rengeteg per van a magyar állam ellen. És egyébként én is azt mondom, hogy, hogy egy menekült, tehát nem lehet börtönbe zárni, ki kell vizsgálni az esetét. Ha becsapott engem is tényleg nem menekült, hanem, tehát valóta az elég indok aki zsúppolásra. Akkor ezt ki kell zsúppolni. De akire azt mondta, hogy befogadtam, azt nem kell börtönbe zárni, akkor azt befogadtam. Tehát én gyakorlatilag ez az én véleményem. És hát ugye, csak mondok egy megint érdekes példát, a legjobbak a keresetek az Európai Unión belül Luxemburg. A Juncker, az Európai Bizottságnak a valahol volt elnök, az korábban estett ugye hány éve, hogy 20 éven át miniszterelnök volt ugye Luxemburgban, és azt mondta, hogy érdekes volt, hogy Luxemburgban nem akarnak menni a bevándorlók, és pedig ők aztán tényleg nagy szeretettel várják őket, és a legjobban fizető állások ott voltak. Tehát az, hogy ki hova megy, ez megint egy borzasztó dolog, csak megint azt mondom, hogy például mondjuk az iszlám jellegű bevándorlásnál igenis szempont, hogy én hogyan fogom tudni gyakorolni a vallásomat. Franciaországban nem engedik, hogy az osztálytermekbe kirakják akár a feszületet, akár a félholdat, semmiért, meg ott a burkát is le kell dobni, meg nem tudom mi minden. Németországban nem, sőt, Németországban még a keresztet is levették, vagy a Svédországban a keresztet is le kellett venni az osztálytermekből, mert hogy az bosszantja a muszlim hallgatókat. De a befogadó képes, építhetek-e mecsetet? Általában nem építhetnek mecsetet Európában, van, ahol megengedik, van, ahol kevésbé, van, ahol csak kinevezhetnek egy épületet, de az, hogy ilyen rendes mecsetszerű épületet nem hozhatnak létre, még akkor sem, hogy a fejük tetejére állnak, mert mindig egy vallási történet van. Na, de ezzel együtt, és amíg az is hozzátartozik ez a meséhez, hogy ezeknek a bevándorlóknak az igen nagy hányada, és nem akarok itt számokat mondani, de akár 10%-os nagyságrendre is gondoljunk, marha sok pénzzel érkezik Európába. Tehát azért nem feltétlenül így van, hogy mindenki legatyásodott földönfutó, mint ahogy egyébként Ukrajnából is voltak ilyen esetek, hogy több örönnyi dollárral érkezett valaki az Áhonyi határát kerülni, és úgy gondolt, hogy ezt simán behozhatja, miközben utána kellett volna nézni, hogy az Európai Unió területére csak 10 000 eurónyi készpénzzel lehet jönni, igaz, banki igazolása akármennyit hozhat, csak hát Isten tudja, hogy milyen banki igazolása volt az illetőnek. Na de, akkor is arról van szó, hogyha már itt ezt az egész menekült ügyet, meg demográfiát idevettük, hogy összességében az európai menekült ügyi politika, ami nagyobb részt befogadó, kisebb részt elküldő, tehát ilyen 60-40 arányban megy az egész dolog, az itt befogadott 60% az kifejezetten segíti az euró stabilitását a demográfiai ágon, mert hiszen ide is így az ömmel fiatalok jönnek, mit fognak dolgozni, ez már nem annyira szép, mert például az európai szakszervezetek rendre panaszkodnak a bevándorlás miatt, hogy azok letörik a munkabéreket. Ugye? Hiszen... Ott a munkaerő.
Itt megint a képzésre tudsz operálni, hogy azt mondod, hogy addig te, mit tudom, inkább kapsz valami állami segítséget, amíg el nem sajátítod a nyelvet, meg valami minimális, valami nagyon alapszintű szakmát, vagy valami is. De abban a pillanatban, hogy már tudsz német, vagy adott nyelven, és valamihez úgy effektíve valamennyire értesz, akkor már tudsz boldogulni a munkaerőpiacon, és akkor már hasznosod a tevékenységet. Tehát ezt, igazából azt kell mondjam, hogy a tőke az kicsit úgy működik, mint annak idején a földesurak. A földesurat halálhidegen hagyta, hogy milyen nyelven beszélnek a jobbágyai, de olyan szinte hidegen hagyta, hogy azt elmondani nem lehet. Mi több, ugye volt egy ilyen tanulmány, ezt nagyon élveztem, hogy ugye Mátyás király, hogy most akkor ő milyen nyelven beszélt otthon, a családjában, amikor gyerek volt, hogy magyarul, csehül, románul, latinul, mi egyáltalán mi lehetett. És tulajdonképpen az a válasz, hogy nem is biztos, hogy mondjuk Mátyás király tudott volna választ adni arra a kérdésre, hogy ő milyen nemzetiségű. Ez az egész nemzeti őrület, ez a 19. században jött divatba, egészen addig senkit nem érdekel. Na most, ha hiszed, ha nem, egy tőkés vállalkozást, egy tőkés céget, egy tőkés pénzügyi csoportot tökéletesen hidegen hagyja, hogy ő a dolgozói azok milyen vallási, vagy etnikai, stb. Eredettel bírnak. Neki a munkaerő az munkaerő, amit ki lehet zsákmányolni. Hogyha én a német munkásról mondjuk fizetek neki 20-at, de az ő munkája 22-t ér, akkor az konkrétan nekem 2 euró haszon. Ám, de hogyha egy bevándorlónak fizetek 1 eurót, és egy 15-ért el tudtam adni, akkor 14-et kerestem a bevándorlón, az nekem még jobb is. Tehát ilyen értelemben erre is mindig figyelni kell, hogy tőkés országokban jönnek ezek az emberek, ráadásul fejlett tőkés országokban, ahol a munkaadókat, tehát a tőkéseket teljesen hidegen hagyja ez az egész bevállalás. Ők örülnek annak, hogy minél több és minél olcsóbb, minél jobban kezelhető munkaerővel van dolguk, nem csinálnak szakszervezetet, nem kérnek magas bért, előbb-utóbb úgyis megtanulnak a nyelvet, ha nem tetszik, úgyis ki tudom rúgni. Tehát gyakorlatilag ez a bevándorlás a tőke szempontjából a gazdag országoknak tuti buli, már bocsánat. Az egy más kérdés, hogy a lakosság ezt hogyan viseli. És akkor innentől kezdve jönnek a kormányzati mesék, meg minden. Egy dolog biztos, és ez megint egy fontos dolog, hogy én értem, hogy ennek az egész menekült problémának ezer egy ága és boga van. De azért valahogyan a magyar kormánynak ez a hazug makacsága, ez sehova nem vezet, mert hazug abból a szempontból, hogy bevándorlóként nem fogad be senkit, de cserébe munkaerő között révén meg tízezrével jönnek ide a különböző akkumulátorgyárakban, meg egyéb helyekre a világ összes szegletéből különböző dolgozók. Tehát most oké, értem a statisztikát, alsó hangon körülbelül a 500 000 nem Európai Uniós állampolgár lehet Magyarországon, akik valamit csinálnak. Na most, hogyha ide beengedtünk 500 000-t, akkor nem tudom, miért kell idegenkedni 12 000-től, tehát ezek azok a számok, amire azt mondom, hogy ez már egy hazugság, mert kb. Ennyi a magyar teher, amit itt be kell fogadni, nem kell egyet se befogadni, de illene befogadni, ez kb. Pár tízezer ember. Na most erről nemet mond a kormány közül, meg munkaközvetítőkkel behoz 500 000-t, hát most Istennek ilyen fa keresztel. Jó, oké. Na, de igazából csak azt akartam mondani, hogy a pénznek nincs az alap. Ez a mai végszó, és ez volt az Európai Visszhangszányi Tibor. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is.